Teljesen más képet mutat a Szent Kamillus templom, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Azóta ugyanis folyamatos felújításon esik át a gyönyörű épület. 2016-ban fogtak bele egy nagyszabású fejlesztési programba, melynek keretében sok mindent modernizáltak már, mesélte híradónknak a Kamillus plébánosa. 2015-ben határozott úgy az akkori képviselőtestület, hogy hozzáfogunk a templom belsejéhez, ugyanis addigra elkészült már a templom tetőzetének az átrakása, elkészült a templom szigetelése és külső vakolása, és láttuk, hogy az oltárokat valamikor egységes színre átfestették. 2016-ban kaptuk meg az engedélyt ahhoz, hogy elkezdjük a templom belsejének felújítását. Úgy döntöttünk, hogy hátulról jövünk előre, már csak azért is, mert a pénz akkor így állt össze. Így kezdődött el a mellékoltárokkal a felújítás. Mára elkészült a templomban lévő 4 mellékoltár és a szószék. Most úgymond a legnagyobb falat a főoltár felújítása indult el. Ez is teljes rekonstrukcióra szorul, mondta Berkes Gyula, ami igen költséges beavatkozás. Több mint 140 millió forintba kerül a fejlesztés, amihez a hívek adományait is szívesen fogadják. Már a tervezéskor, illetve a költségvetés készítésekor láttuk, hogy itt több milliós tételről van szó. Az akkori költségvetés, illetve hát a mostani is 146 millió áfával együtt, amiben a főoltár felújítása kerül. A kivitelezőkkel akkor úgy döntöttünk, hogy anyagi szempontból is, meg a munkálatok miatt is, hiszen érthető, hogy a téli időben dolgozni nem tudnak, 3 éves ütemtervvel bontottuk ezt a felújítást. Az első ütemben ők is fentről jönnek lefele, így már most is látható, hogy már le van bontva a fönti részek, szobrok és a díszek. Ebből már látható, hogy valamikor volt egy felújítása a főoltárnak, de nem szedték így szét, mint ahogyan most. Éppen ezért ráfestettek, nem aranyoztak, hanem valami aranyhoz hasonlót vittek rá, amit természetesen most mind le kell venni. A járványhelyzet enyhülése is kedvez a főoltár felújítási munkálatainak. A fejlesztést 3 ütemre bontották, az első ütem eredményei már idén karácsonyra láthatóak lesznek. Az első ütemnek és az állványok lebontásának karácsonyra el kell készülnie, tehát a karácsonyra az állványok elkészülnek, és a fönti rész, ahol a Mária szobor is látható dicsfényben, és az angyalok is, azoknak és őket díszítő elemeknek a helyükre kell kerülniük, és az már látható lesz eredeti, illetve restaurált állapotukban. A főoltár a tervek és elképzelések szerint 2022-re újul majd meg teljesen a Kamillusban. Ha ez a fejlesztés lezárul, akkor nyugodtan dőlhet hátra a templom díszpolgár plébánosa, mert ezzel az egész templomot sikerült modernizálni az egyházmegye és a hívek legnagyobb örömére.